A jövő hét folyamán enyhe, tavasziasnak mondható időjárásra számíthatunk vidékünkön. A fokozatos felmelegedés mellett az elkövetkező napokban többnyire napos és felhős időszakok váltják majd egymást. Számottevő csapadék nem várható. A nappali csúcsok 18 és 22 fok között alakulnak. Éjszaka nyugat felől megvastagszik felettünk a felhőzet, mérséklődik az éjszakai lehűlés, fagy már nem valószínű. Csapadék nem érkezik. Átlagosan 2 és 5 fok közötti minimum hőmérsékleteket mérhetünk. Hétfőn változóan többször erősen felhős lesz felettünk az ég, szorványosan eső, zápor is előfordulhat. Élénk északnyugati nyugati szél mellett 12 és 15 fokos maximumokat mérhetünk. Kedden alapvetően napos időre számíthatunk, de olykor mérsékelt felhősödés is lehet. Elsősorban északkeleten szorványosan kisebb záporok is előfordulhatnak. Szerdán változóan felhős, napos, kellemesen enyhe meleg időrel kell készülni. Számottevő csapadék és jelentősebb légmozgás nem várható. A hőmérséklet helyenként elérheti a 20 fokot. Csütörtökön megélénkülő délnyugati szélre, további enyhülésre, fátyolfelhők közötti napsütésre, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet több felé meghaladja a 20 fokot. Pénteken már változékonyabb időjárás körvonalazódik, erősen felhős időszakok mellett szorványos esők, záporesők is előfordulhatnak. A jövő hét első napján a környező országokban a vidékünkhez hasonló időjárás várható. A kellemes tavaszias napos időben Bukarestben 19 fokig húszik fel a hőmérő higanyszála, míg néhány fokkal lesz csak hűvösebb Szófiában, Budapesten, Belgrádban és Nizsben. Ezeken a helyeken ugyanis 15 és 16 fokos maximumokat mérhetünk. Legalacsonyabb hőmérsékleti érték Szarajevó, Eszék és Temesvár környékén lesz tapasztalható 10-11 Celsius fok kíséretében.